az extrém 80-as évek. A house és az acid party. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. A zene olyan, mint a folyadék. Mindenki szórakozni akar, erről szólt a 80-as évek. Remek korszak volt. Flashback! Azt látom ma Amerikában a keleti parton, hogy egy klub sem mai zenét játszik. Visszanyúlnak a régi muzsikákhoz. New York City, Dale Bronx, korai 80-as évek. Sal Avatillo Disco Fever klubja csak a benteseké volt. Nem mindenki nyert bebocsátást, ám ha valaki már bejutott, a Disco Fever nem mindennapi műsorát élvezhette. Ekkor tájt még a diszkózene dívott a klubban, ám egy teljesen más zenei stílus kezdte szárnyait bontogatni, a rap. A rap zene jeles képviselői, állandó résztvevői voltak az estéknek, így például Grandmaster Flash és Curtis Blow, és gyakorlatilag minden éjjel más művész lépett fel a színpadon. A DJ-k nem csak lejátszották a lemezeket, hanem a közönséget is bevonták. A lemezlovasok mindenkit bevontak a zenébe. Nagy közös bulikat láthattunk. A klub pedig hétről hétre zsúfoltabb lett, mert mindenki el akart jönni, hogy részt vehessen. Ettől mindenki úgy érezte magát, mintha összetartoznának, még ha nem is ismerték egymást. Aztán Russell Simmons megtanított rá, hogyan csináljak saját lemezcéget, ez lett a Fever Records. És Sweet G-vel a menedzseremmel közösen összehoztuk a Games People Play-t. A dal egyből lista vezető lett, az első kis lemezem, és én írtam. Tényleg ez volt az első nóta, amit írtam. Tuti érzés volt. New York. Ez a város soha nem áll le. Vagy mégis? Nehéz időszak következett a táncolni szerető embereknek, amikor Rudy Giuliani elfoglalta polgármesteri székét, ígéretet tett, hogy megtisztítja a város, és a 90-es években életminőség elnevezésű kampánya során a táncot is betiltotta. Újra bevezette a kabaré törvényt, amely a 30-as években csak a hivatalos engedéllyel rendelkező létesítményekben engedte meg a táncot. Ezzel láncreakciót indított el. Nem volt többé egyetlen jelentős klub sem New Yorkban. A New Yorkiak szerint a Broadway generálta a város hatalmas bevételét. Bár tanulmányok alapján kiderült, hogy az igazán nagy és a 80-as évek szórakozó helyéhez hasonlóan jól menő klubok legalább akkora bevételhez juttatták a várost. A house zenei irányzat gyökerei a 70-es évekre nyúlnak vissza, akkor nem létezett más alternatíva, csak a Studio 54. Akkoriban a sztárok és sztárjelöltek eme épület előtt várakoztak. A közönség ma már csak Godóra vár. A Broadway 647 alatt tartotta David Mancuso híres loft partijait. A hely igazi műintézménynek számított a 70-es években. A Paradise Garage 1976-ban nyitotta meg kapuit a King Street-en. A klub mindmáig legendás tempós szól, diszkó és korai house zenéjéről. A Paradise Garage tulajdonosa Mel Cheron volt. Ő volt a West End Records tulajdonosa is. Vagyis olyasmit csinált, mint én. Volt egy klubja, meghallgatta a zenét, és eldöntötte, mit érdemes kiadni. 82 körül kezdtem el ide járni. Bár akkor még nem zenéltem, ezt a fajta muzsikát szerettem hallgatni. Ez volt az egyik kedvenc klubom. A bátyáimmal és az unokatesóimmal kezdtem el ide járni. Volt lehetőségem megtapasztalni ezt a zenei élményt.
Ha az ember zenét csinált, visszament a tudatalattiába, és elképzelte, mi az, amit akar. Közben arra gondolt, mi az, ami a Paradise-ban siker volna. Mindenki azt akarta, hogy ott játsszák le a nótáit. Mi lett volna a klubbal a legendás DJ Larry Levin nélkül? Nagyjából 10 évig a New Yorki DJ-k bizarr szupersztárjaként tombolt. Az Is It All Over My Face volt a Paradise Garage klasszikusa. A nóta évekig többször visszatért a köztudatba. Eleinte írtam egy-két vadonatúj muzsikát, aztán visszatértem a hagyományos zenei világhoz. Újfajta dallamvilág és hangzás elegyét váltotta fel a régi stílus. A scratchelés a 80-as években a DJ tevékenységének szerves részévé vált. Két lemezjátszóval és két előadó keverésével teljesen új dalt varázsoltak elő. Az egyik DJ kezdett nevet szerezni a szakmában, mégpedig Afrika Bambaataa. Planet Rock című nótája új zenei forradalmat indított el. Rock, 1983-ban Shannon az elektrofunk hangzást popzenei köpenybe öltöztette. Klasszikus szinglje, a Let the Music Play 8 millió példányban kelt el világszerte, a táncparkettek zsúfolásig megtelte. Az volt ám a nagy határ. Igazi diszkó klasszikus. Abban az időben mindenki klubokba járt. Akkor jött be a Webo tánc stílus. Én is hordtam azokat a budgyos gatyákat. Össze-vissza hullámoztunk a parketten. Először lassan, aztán beindultunk. Ez volt akkor a menő. A régi jó Webo. A zenét hagyjuk, attól kikattantunk. Elég bizarr helyzetben voltam, mert amikor a Let the Music Play megszületett, én még suliba jártam, mellette meg dolgoztam. Csak csöndesen örülhettem. Hallottam a dalt a rádióban, de senkinek sem beszélhettem róla. Mert azt hittem, veszélyeztetni az állásomat. Kellett a pénz a sulira. Aztán egy nap oda mentem az újságos standhoz, felemeltem egy billboardot, és megláttam, hogy listavezető dal lett. De ebben az időben még nem vették komolyan a tánczenét. Túl nyálasnak tartották. Ám valamilyen okból a Let the Music Play olyan nagy siker lett, hogy a Grammy-díjak között új kategóriát hoztak létre. Azt mondták, be akarjuk vezetni a Let the Music Play kategóriát. Ezért aztán létrehozták a tánczenei kategóriát, és ekkor jelöltek engem is a díjra. Láttam, hogy Shannon valami olyasmit csinál, mint a Soul Sonic Force. Korábbi diszkózenékből is kölcsönzött. A Europop irányzatból és az Electropopból sokat vett át. Különösen a Kraftwerktől. Szeretnék önöknek bemutatni valakit. Valakit, aki tényleg jónak látszik. Hölgyeim és uraim, Shannon!
A hip-hop és a rap dalok közt Shannon zenéje és a freestyle kellemes keresztmetszetet adott arról, mi is ment akkoriban a klubokban, már ami az eladható zenét illeti. Hadd meséljek el valamit. A Funhouse-ban léptem fel egy műsorban, és én nyitottam Madonna helyett. Amikor bementem, mindenki azt hitte, én vagyok Madonna. És róla meg azt hitték, hogy ő Shannon, mivel a Holiday elég R&B stílusú. Ezért, amikor megláttak minket, azt hitték, én fogom énekelni a Holiday-t, ő pedig a Let the Music Play-t, mivel az pedig egy popdal. Jó kislány voltam ám. Bocs, ha csalódást okozok, de én csak egy szexi, jó kis csaj voltam. A 80-as években a tánczene elég közel állt a popműfajhoz. Azért nem teljesen egyezett meg vele, mert a popzene volt vitathatatlanul a király. De valami újszerűt jelentett, és sokat játszották a rádióban. Az emberek meghallgatták a dalokat a rádióban, aztán ezekre táncoltak a klubokban. Jóval erőteljesebb volt a dinamika, más volt, mint amit a klubokban játszottak. Franciaországban a tánczene csak a 90-es években kezdett terjedni, amikor a French House formáció világszenzációt alkotott. Egy előharcos viszont már kezdte előkészíteni a talajt. Dimitri Comparis Franciaország legtüzesebb DJ-jévé avanzsált. A hangokkal kísérletező lemezlovast főként nyitóalbuma a Sacre Bleu tette nevezetessé, amelyet 1997-ben adtak ki. Volt egy rádió műsorom, ahol a saját mixeimet és az általam újra kevert nótákat játszhattam. Valójában emiatt figyelt fel rám egy producer, aki megkért, hogy csináljak egy remixet. Ez volt az első remixem, a Gus Deluxe, Lézier de Laura, 1985-ben. Ez volt az. A lemezkiadók ugyanarra gondoltak. Kell nekünk egy remix. Ez a rádiós fickó olyasmit csinál, mint a DJ-k. Szerződtessük le. 86-tól a 90-es évek elejéig én voltam az egyetlen francia, aki remixeket csinált. Dimitri from Paris egészen fiatal korától a diszkózene bűveletében él. Specialitása a diszkóklasszikusok úgynevezett újrakiadása. Rengeteg szerzemény újrakevert változatát készítette el, és Franciaországban ő volt az elektronikus tánczene előfutára. Mindeközben figyelme egyik kedvenc bandája felé fordult, és új formát teremtett számukra. Ez volt az Imagination, a frontemberük Legion. Azt láttam, hogy egy csomóan nyúltak az Imagination nótáihoz, elárasztottak minket a montázsok. Mariah Carey is minket idézett, egy rap banda, a The Fair Side pedig az Illusion-t használta fel. Michael és Janet Jackson Scream montázsához a Music and Lights-ot használták föl. A Burning Up-nak is volt egy remix változata, Tupac-nak az Illusion-nel csináltak remixet. Aztán itt volt Will Smith, Jay-Z, és még sokáig lehetne folytatni. Az együttest gyakran az első színesbőrű brit szupercsapatként jellemezték. A 80-as évek elején olyan sikereik voltak, mint a Body Talk vagy a Just an Illusion. A banda késóvár hangzásvilágát tovább hangsúlyozta feltűnő külsejük. Kevés zenekar volt ennyire merész az öltözködés terén. Az Imagination-t mindig is kedveltem. Mindig tetszett, ha valaki azt gondolta magáról, hogy gicses. Mert az emberek általában arra figyeltek, hogy néznek ki, amit inkább nem kommentálnék. A zenéjük viszont elképesztő volt, egyedi hangzást képviseltek. Mi ugyanazt csináltuk, mint a fehér rockbandák. Az extremitás határát súroltuk.
Voltak, akik a mikrofonálványt vették a lábuk közé fallikus jelképként. Például mi eleinte normális fellépő ruhát hordtunk. Aztán úgy döntöttek, hogy szuperszponzoros gatyát vegyünk. Ez kicsit jobban hangsúlyozza az ember alapvető testrészeit. Ez még inkább nyilvánvalóvá tette, hogy a szexualitással, az érzékiséggel játszunk. De nem voltunk közönségesek. A 80-as években New York volt a homoszexuálisok forradalmának egyik legnagyobb központja. A melegek 1969-ben a Stonewall Inn bárban már sikeresen ellenálltak a rendőrségi razziáknak, világméretű mozgalmat indítva el ezzel. A meleg kultúra volt az első dolog, amivel szembesültem, amikor New Yorkba utaztam. Úgy tűnt, hogy a legjobb zenéket a meleg klubokban játsszák. Amikor bement az ember egy ilyen klubba, úgy érezte, hogy a társadalmi nyomás és szabályrendszer alól felszabadult. Ettől más lett a zene, és az azt befogadó emberek is változtak. És ekkor kezdték egyre jobban elfogadni az egész meleg társadalmat. Nagyobb szabadsága volt mindenkinek. A 80-as évek meleg csoportjai eltökélten harcoltak addig nem létező jogaikért. Minél több kiváltság, annál jobb. Mértéktelenség jellemezte a táncparkettet, a táncolók teljesen átengedték magukat a ritmusnak. Arra törekedtek, hogy minél bizarabb legyen a megjelenésük. Bementem egy szexboltba, vettem valami cuccot, aztán végigmentem benne az utcán. Ez teljesen normális dolog volt. Ma ezt látjuk bármelyik Christina Aguilera videón. De akkor nagy dolognak számított, hogy szexshopból vett homiban sétálgattál. Sok előadó volt akkoriban, neveket nem akarok említeni, akik megpróbáltak meleg híveket szerezni maguknak. Megtagadták magukat, hogy ezt elérjék, mert tudták, hogy ez életben tartja őket. Nekem is a meleg közönség adott akkoriban munkát. All these years. Az AIDS megjelenésével a 80-as évek közepének meleg közösségei válságba kerültek. Mindent betöltő félelem kezdett eluralkodni felettük. Akkor úgy gondoltam, hogy az egész AIDS dolog sok mindent megváltoztat. Új időszámítás kezdődött. Emlékszem, amikor François Kevorkian említette, csak ekkor döbbentem rá, hogy az AIDS megjelent New Yorkban. Azt mondta, hogy képzeljem csak el, hogy 6 hét alatt mindenki, akit ismerünk, a legtöbb barátunk meghalhat. Az óvszerek védelmet biztosítottak. Az Italo Disco szórakoztató plasztik hangjaival elvonta az emberek figyelmét a rettegett AIDS-ről. Ócskaságnak hangzott, és az is volt. De ez a hangzás tért vissza a klubokba. Viszont segített előkészíteni a terepet a house zene számára. Ennek egyik élharcosa Dan Harrow volt. Mellette sok másik italo szinti popdalocska csilingelte fel magát, főleg német slágerlistákra. Tudom, hogy az italo diszkó fogalma sokat jelentett némelyik új hullámos körben. Kozmikusnak tartották. Nekem egyáltalán nem tetszett. Volt egy-két említésre méltó nóta, de többnyire olyan gicsek születtek, mint Ryan Paris dalai. Ezért nehéz most nekem ehhez visszanyúlni. Ha az ember jó mélyen beleássa magát, sok nagyon jó olasz produkciót talál. Mint például a Kleinen MBO 30 Talk című sikere, amely vonzotta a klubok látogatóit, a korong az Egyesült Államokban underground siker volt. Minden idők legbizarabb diszkó dívája valószínűleg Divine volt. A Native Love és a Shoot Your Shot az egész világon high energy siker lett. A New Yorki producer Bobby Orlando bevezette a high energy hangzást.
Kedveltem Bobby O. High Energy lemezeit, mindet össze is gyűjtöttem. Tudtam, mi jön be és mi nem. Azt is tudtam, hogy azoknak is van használható része, amik nem jönnek be. És ez fontos, mert néhány felvétel nagyszerű volt. A brit Ian Levine agyából egy másik nagyszerű ötlet pattant ki, miért ne adhatnának ki egy lemezt ugyanezen a néven. Ekkor született meg a zenetörténetének leghosszabb sikolya, Miss Evelyn Thomas előadásában. Igen, sok kokaint kellett szívni, ha élvezni akartad. És az is kellett, hogy tényleg táncolni akarj. Az eurodiszkó, az italodiszkó és az elektronikus hangzásvilág szokatlan egyvelege volt. Főként Európában ment. Ismertem egy nagyon vicces olasz high energy-s DJ-t, Fábiót, aki pocsék svájci német akcentusával folyton azt mondogatta, hogy gyorsabban, macák! Egyre gyorsította a lemezjátszót, és közben ezt kiabálta. Eszméletlen volt. De tényleg ezt jelentette a high energy. A high energy különösen a meleg klubokban volt népszerű 130-140-es percenkénti leütés számával. Bár a hangzás hamarosan kezdett megkopni. Végül a diszkó és a house zene közti átmeneti megjelenési formaként vonult be a zenetörténetbe. Ez nem a funky stílus volt, nagyon gyors volt a tempója. Tulajdonképpen a Motown irányzatig nyúltak vissza a gyökerei. Felfokozott zene, de nem igazán funky. Nagyon gyors és eufórikus, sok extatikus női vokállal. Diva vocals. Amikor Divine megjelent kommersz sikerdalával, a You Think You Are a Man, But You're Only a Boy-jal, rájöttem, hogy nekem is teremhet még babér. Nem számít, mi vagy, mit mondasz, mit gondolsz, ha a lemez elég jó sláger lesz belőle. Ekkor jöttem elő a Spin Me-vel. Ez a nóta pop és nem high energy siker volt. 17 országban lett listavezető és számos helyezést elért a slágerlistákon. Felkerült a listákra, pedig nem volt high energy nóta, viszont minden korlátot ledöntött. Igazság szerint ez az egész nem olyan nagy buli. Mindannyian gyökerek vagyunk. A zenei bizniszben mindenki gyökér, akár hip-hopot, akár tánczenét, akár popzenét játszik. Napi 16 óránál is többet töltünk el egy sötét helyiségben, és megpróbálunk egy tökéletes lemezt összehozni, amire táncolni lehet. Egész álló nap bámulunk egy számítógépet. Ez nem annyira tuti. Remeték vagyunk. Sötétben élünk. Igazi balfékek vagyunk. A New Yorki underground zenében új dallamvilágban takozott ki a 80-as évek közepén. Ismét Afrika Bambaataa egyengette az utat. Régebben Shannon juttatta a DJ hangzás világát a slágerlistákra, ezúttal pedig latinok és puertorikóiak, akik a Planet Rock rádióban kísérletezgettek. Sal Adatiello is népszerűsítette őket. Ha visszamegyünk a zene történetében, minden zenei mozgalom a tinédzserekkel kezdődött. A doo-wop, a diszkó, a Motown, a rock'n'roll, bármi, a latin zene is. Minden a tinikből indult ki. Teljesen más lett a színtér. 15-17 éves fiatalok táncoltak az általuk előadott zenére. Beatre, hip-hopra, tánczenére, és persze latinos fűszerezéssel. Az újfajta latinos hangzás egyik kiemelkedő előadója K7 volt, aki két barátjával indította el a TKA zenekart. A house zene belőlük is táplálkozott. A TKA-jel eleinte szerelmes dalokat írtunk át, a Play at Your Own Risk és hasonló nóták instrumentális betétjeit felhasználva. Rapzenészek próbáltunk lenni. A Tommy Boy kiadóhoz mentünk a lemezzel. Ez csak amiatt volt, hogy ők adták ki azokat a nótákat, amiket szerettem. Azt akarták, hogy kevésbé legyen rappes a hangzásunk, inkább énekeljünk. Egy célból vagyunk itt. A freestyle zene miatt, igaz?
Tapsoljunk a TKA bandának! Maga az egész zenekar, az energia, amivel játszottak a 80-as éveket idézte. Elképesztő volt. Ma már nem csinálnak ilyen zenét. Még csak meg sem közelíti a mai zene az akkorit. Még egy klubunk volt abban az időben, a Devil's Nest, de latin zenét játszottunk. A TKA-t látva visszamentem az apámhoz, és azt mondtam neki, papa, találtam latin hip-hop zenét. Erre ő azt mondta, nem akarok többet a hip-hopról hallani, erre én hidd el nekem, ez igazi újdonság lesz, a latin hip-hop. Amikor valaki végre a klub közelébe jutott, ki kellett várni az épület körül kígyózó sort. Amikor odaértél az ajtóhoz, a kidobó ember eldöntötte, ki az, aki tetszik neki, ki az, aki nem. Meg hogy tetszik-e a ruhád. Ha pedig már bejutottál, elszabadult a pokol. A Devil's Nest nem csak bikini bemutató volt. A latin hip-hop és freestyle hangzás a legmenőbb előadókat vonzotta a klubba. Mindenki itt akart fellépni. A latin hullám begyűrűzött más klubokba is. Miami-ban is játszották a freestyle zene egy ágazatát. Egy később a 90-es években nagy névvé avanzsálódott DJ Little Louis Vega is a Devil's Nestben kezdte. Legtöbbször New York Cityből indult ki minden. Ott volt a Palladium, a 1018, az Underground. Minden rádión ilyen zene ment, egész New York Cityben, Manhattanben, még New Jerseyben is. Mindenhol megjelent. Kellemes, közérthető, egyszerű szövege volt a daloknak, mindenki képes volt a dallamot elénekelni. Ezért maradt fenn örökre a freestyle stílus. Joyce Sims kiadta első albumát az egyik legmenőbb lemezcégnél, a Sleeping Bagnél. Volt egy jó dolog akkoriban a Sleeping Bagben. Ismertük az összes DJ-t, szóltunk nekik, hogy megyünk este a klubba, van egy új albumunk, játsszák majd le. Megfigyeltük a közönség reakcióját, és ha nem erre számítottunk, ha nem volt a várt siker, visszamentünk a stúdióba. Ez történt egy csomó lemezzel. Bár ez azért nem fordult elő túl gyakran. Nemzetközi slágerén a Coming to My Life-on kívül két másik klubsikert is elkönyvelhetett Európában. Az Olandolt és a Lifetime Love-ot. Come into my life, boy, I know you.
Néha hangosabban énekelt a közönség, mint én. Nagyon vicces volt. Fantasztikus érzés volt, hogy minden sort kívülről fújnak. Kisgyerekek jöttek oda hozzám, hogy nagyon szeretjük a dalodat. A mami folyton azt hallgatja. Én pedig megköszöntem. Nem New York Cityben nőttem fel, hanem az állam legészakibb részén, Kanada mellett, Rochesterben. A zenei színtér ott teljesen más volt, mint New York Cityben, ahol a klub zene és a house volt jellemző. A house irányzatot egy régi chicagói klubról, a Warehouse-ról nevezték el. A 70-es évek végén Frankie Knuckles volt itt a DJ, aki a diszkó klasszikusokat europoppal és szintetikus ütemekkel keverte össze. Zsúfolásig megtelt a táncparkett. 86-ban megtörtént a chicagói house áttörése. Olyan albumok, mint Fairly, Jackmaster, Fun Club, Can't Turn Around című lemeze a brit slágerlisták csúcsára juttatták fel a stílus képviselőit. A chicagói zenei szintér jellemzője a drogozás és a hedonizmus volt. A zene kevésbé volt szürreális. Szerintem inkább a táncról, a verejtékezésről, a zene átéléséről szólt a történet. Chicagóban a house zene szinte párhuzamosan változott azzal, amit mi csináltunk Detroitban. Azt nem tudom pontosan, mennyivel járt mögötte vagy előtte. Tudomásom szerint, miközben én az első lemezemet csináltam, Chicagóban is hasonló történések voltak. Jesse Sanders, Chipe, Farley, Jackmaster, Funk és a többiek nagyszerű rádiósókat hoztak össze. Szinte zenei csatatér volt a rádió. Hétvégenként 5-6 órás mixsókat adtak le. Nem csak az ő zenéiket játszották le, hanem a miénket is. Bementél a stúdióba és hirtelen meghallottad a Strings of Life-ot. És olyan figurákat láttál játszani, mint Frankie Knuckles, Ron Hardy. Mind visszamentünk Chicagóba, már mint Derrick May és én. Hatalmas támogatást kaptunk. Véletlenül Chicagóba jártam, és elmentem egy Warehouse partira. A fekete meleg közösség nem rohangált budgyos nadrágban, és nem siket hallgatott. Valami mást akartak hallani. Kezdettől fogva lemezorientáltak voltak. Ismerték a Duffot és a Kraftwerket is. Nagyon európaiak voltak. Soha nem voltam nagy house rajongó. A house zene nagyon jó, ha az ember egy klubban van. Én viszont elmentem egy klubba, a földszinten vártam a fellépésemre. Én csak annyit hallottam, hogy dum, dum, dum. Ha pedig az ember nem táncol, ez a hang nagyon zavaró tud lenni. Ez a dübörgés a fülben igazán kellemetlen. Van egy szomszédom, aki a padlón dobog. Annak van ilyen hangja. Londonba a house irányzat 1988-ban robbant be, és örökre megváltoztatta a klubkultúrát. 88 nyarán utaztam el Britanniába. Elvetődtem egy Spectrum nevű helyre, és egy hétfői estén meghallottam Paul Oakenfordot játszani, a Big Fun nyomta. Még soha nem láttam ekkora energiát összpontosulni egyetlen klubban sem. És ugyanezt tapasztaltam más helyeken is, és az általam egyik legtutidnak tartott klubban, a Paradise-ban soha nem látott varázslatot éltem át.
Az emberek egyszer csak beindultak, mindenki táncolni akart. Sikoltoztak, minden kéz a levegőben volt. Hiteles képet kaptam, hogy milyen hatalma is tud lenni a zenének. A meleg klubszintér ismét forrongott, csaták robbantak ki, de nem ökölharcok, ehelyett az emberek a testüket használták. Az emberek kiöltöztek, és klubokban csatáztak. Tánc közben manökenek modellek testtartását utánozták. Ez időben egybeesett azzal a folyamattal, amit divatozásként lehetne jellemezni. Michael McLaren a Volt Starlinggal és a Deep In Vogue-gal valami olyasmibe kezdett, ami később nem kisebb előadó révén vált még inkább meghatározó irányzattá, mint Madonna. Hirtelen ezek a pózok mozdulatsorrá váltak, egyik a másik után, és ebből egyfajta elektronikus beat született. A house zene mélyen az amerikai fekete zenekultúrában gyökerezik. Némelyik vokál gospel éneklési kvalitásokat csillogtat meg. A zongora néha a rhythm and blues boogie-woogie zongora betétjeit idézte. Némelyek a hitetlenek egyházaként jelölték meg a house zenét. A táncparketten, mint egy gyülekezetként csoportosultak az emberek. Olyan megváltásban volt része az embernek, mint amit a fekete amerikai templomokban érzett. A Weep Up A Girl Rappers Heat It Up című dalának Kevin Sanderson által újrakevett változata újfajta zenei áradatot indított el. Minden héten csak jöttek az újabb és újabb remixek, és elhihetik, legalább annyit el is utasítottam. Voltak bizonyos nóták, amikkel tudtam kezdeni valamit. Nem tudtam, ki az a Samantha Fox, csak csináltam vele egy remixet, mert tudtam, hogy valamit lehet vele kezdeni. Fox kisasszony, mint acid királynő? A klubközönség némely tagja azt sem tudta valójában, milyen zenére táncol. A DJ-k olyan zenét akartak játszani, ami szórakoztatja a közönséget. Nem számított, ki az előadó, honnan jött. Ha tetszik a közönségnek, azt kell nyomni. Ezért használtak hangmintákat, mert ha valaki már előtte megcsinált egy dalt, a DJ nem akarja újraírni. Az MARRS egy 87-ben alakult Deep House formáció, akik Pump Up The Volume című nótájukkal hangmintákból álló remixek áradatát indították el. A régiből csináltak újat. Tudja valaki egyáltalán, ki a minták szerzői joga? Nem! Eleinte izgalmas volt. Fogtam egy lemezt és összekevertem egy másikkal. Most is ugyanez van, csak éppen digitálisan keverik. Az embereknek nagyon tetszett, amikor mondjuk Elvis Presley hangjához Snoop Doggy Dogg vokálozott. Pedig elég távol állnak egymástól. Viszont ha együtt hallgatta őket, az ember jól hangzott. A jobbaknak tetszett. Mindenből vettek hangmintákat, mindenből. Hallgattál egy lemezt, és hirtelen rájöttél, hogy ez már nem is ugyanaz a nóta. Ez valaki más dala. Rengeteg house zenekar indult el. Az élvonalban ott volt a Yezd is, akik a Cold Cut-tal és a Doctor in the House-szal már előtte nagy port kavartak fel.
Amikor az acid hangzás sikereket ért el, még más tömegeket vonzott. A korombelieket. Furcsa, ultramodern hangzása volt. A DAF-hez meg a Cabaret Voltairehez hasonló bandákat juttatta eszembe. Futurisztikus, zűrzavaros, őrült hangok egyvelege. A józan eszüket vesztő emberek hangjai. Az Acid House tulajdonképpen Chicagóból indult, de a britek újra feldolgozták a hangokat. Az Acid felkiáltás lett a klub közönség Tarzan kiáltása. A smiley kultusz szimbólumaként kelt újra életre. Az Acid House stílus kivégezte a legfontosabb producereket, mert az előadók saját maguk meg tudták csinálni a lemezeiket. A punk is hasonló volt, csak ehhez több technika kell. Számomra az egész csak egy csomó kölyök volt, akik buta drogokat szedtek, és idióták módjára táncoltak a hipnotikus zenére. Engem nem varázsolt el az egész úgy, mint a diszkó. Egyik lemez sem tetszett annyira, mint egy Donna Summer, Sylvester vagy Bobby O lemez. Csak értelmetlen kotyvalék volt az egész abból, amit hallottam. Szerintem tényleg kábítózni kellett, ha valaki élvezni akarta. 89-ben az angol klub közönséget egy kérdés foglalkoztatta. Hol lesz a következő buli? De a bulikkal együtt jöttek a drogok is. A brit sajtó folyton bedrogozott fiatalokról készített riportot, ez tényleg felhívta a kölykök figyelmét a bulizás új fajtájának térhódítására. Az újságok sztoriaival az volt a gond, hogy visszafelé sültek el. Az emberek még kíváncsibbak lettek. És aki ekkor hallott először a rave partikról, maga is meg akarta tapasztalni. És hirtelen sok nagyon fiatal kölyök kezdte látogatni az ilyen bulikat, és kipróbálták a kábítószert is, mindenféle ismeret nélkül. Teljesen készületlenül használták az LSD-t és az ecstasy-t. Az újságok történetei bizonyos értelemben a valóságban is létrehozták azt, amiről írtak. A jóslat önmagát teljesítette be. Amikor a kormány egyre határozottabban lépett közbe és megpróbálta betiltani a partikat, a fiatalok az utcán kezdtek harcolni jogaikért. A chicagói és detroiti house zene hatása valami teljesen egyedülálló dologhoz vezetett. A klubkultúra már sehol a világon nem volt ugyanaz. Szerintem Nagy-Britanniának talán ugyanúgy az volt a szerepe a zene történetében, hogy más népek zenéjét használta fel, és öltöztette más köntösbe, mint ahogy mi tettük azt a 60-as években a fekete zenével. Amikor a lázadó és művészet utánzó ötleteket adtuk hozzá. Ugyanez volt a helyzet a house és a techno zenével is. Egy egész szubkultúrába burkoltuk be. A 90-es évek elején kezdődött a techno és a táncparkett évtizede. Az Acid Party Club Parade fesztiválokká szelidültek. A detroiti techno még napjainkban is ösztönzőleg hat a zenei világra. A Hercules and Love Affair Jubilong című dala az Inner City-nek adózik tisztelettel. Abban a pillanatban, ahogy meghallottam, azt mondtam, ez olyan, mint az Inner City nótája lelassítva. Éppen erre gondoltam, mintha minket lassítottak volna le. A vokalisták csinosak voltak, és még énekelni is tudtak, és mintha mi lettünk volna csak lassított változatban. Az egyik vokalista Nomi Ruiz volt. Arra gondoltam, hogy olyan lemezt csináltak, amit nyilvánvalóan én inspiráltam. Még mindig nagyon üdítő számomra, ha ezt hallom, és egy kicsit futurisztikus is. Ahogy a dalt összeszerkesztették, kiragadjuk a múlt egy kis részét, és csinálunk valami vadonatújat.
Nomi Ruiz éppen egy sikeres koncertkörutat tudhat maga mögött saját bandájával, a Jessica Six-el. A hangzásuk a múltat idézi, de új köntösbe van öltöztetve. Friss, modern, fiatalos hangzású tánczene. A soul zenét ötvözzük az R&B-vel. A 80-as éveket idézzük. A New York-i Cielo Club Deep Space partjainak rezidenseként François Kevorkian producer és DJ igazi hangját szólaltatta meg. Távol áll a szokásos commerce zenétől. A hagyományos stílus találkozik a drum and bass irányzattal és a törzsi dobok ritmusával. Kevorkian rátalált a városára, hátat fordított Európának és visszanyúlt 1975-be. Itt élek, és nem Európában, mert szerintem az európai emberek csak a számukra fontos tánczenei elemeket fogadták be. Kulturális szinten sok olyan elemet kizártak, amelyek nem tartoztak a kultúrájukhoz. Lee Jong 2005-ös albuma a Feel My Soul felfedte jazz iránti rajongását. In the heat of the moment, my heart became open. Úgy érzem, hogy a 70-es és 80-as évek zenéje velünk maradt. Még ma is él. A fekete zene szívből jön, a soul zene szívből jön. Hívhatjuk tánczenének, house-nak, garázs zenének, akárminek, de olyan valami, ami velünk marad. Szeretek táncolni, szívesen eljárok táncolni, jól érzem magam, szórakozom. Nagyon ritkán fordul elő, hogy a saját zenémre táncolok. Mindenki más arra táncol, de én soha. Shadows naked in the moonlight, just a touch of sexuality. Shadows kissing, feeling so right, sweet, sweet, sweet sensuality. Tavaly Atlantában jártam, és arra számítottam, hogy majd 50 Centet fogok hallani a rádióban, meg hasonló zenéket. De nem. Az OJ-t hallottam, meg az én albumaimat, amin meg is lepődtem. Sőt, ledöbbentem. Bementem egy lemezboltba, ahol egy nagy területen halomban álltak az R&B lemezek. És a kutya se vette őket, aztán az üzlet egy másik részére pillantottam, az emberek a régi albumokat nézegették, és meg is vették. Fogalmam sem volt, hogy az All and All, vagy a Coming to My Life, az akkori zenei íra albumai ennyire tartósan sikeresek maradnak. Fogalmam sem volt. És még mindig ámulatba ejt. Joy Sims és tánc szektorbeli kollégái olyan arénákat töltöttek meg zsúfolásig, mint a Madison Square Garden, amikor a Freestyle Extravaganza koncert sorozatán New Yorkban jártak. Az állam a középső részén country zenét hallgattak. Nem mindenfélét, csak a legjobbakat. A külső államokban pedig, mint New York, Miami, Virginia és Texas, a közönség a tánczenét kedvelte, de nem kényszerítették a sztárokat a pop stílusra. Manapság olyan művészeink vannak, mint Lady Gaga. Hihetetlen előadó művész és szövegíró. Képes átlépni a korlátokat, mint egykor Madonna. You kiss or hug you, 'cause I'm loving with my muffin. I'm
Lady Gaga nem csinál semmi más, csak amit Madonna. Nagyszerű művész. Csak dicsérni tudom. Szeretem a zenéjét. Számomra ő Madonna. Lady Gaga mindent összeszedett, ami a 80-as években előfordult. Ma már alig van eltérés a különböző zenei műfajok között. Ami kínálkozik, egy vidám egyveleg, esztelenül tabuk nélkül, a 80-as évek különféle stílusait idézve. Csak commerce lemezeket játszanak a klubokban. Beyoncé-t, Mary J. Blige-ot és hasonlókat. Szerintem az idősebb és a fiatalabb generációk is egyre jobban visszatérnek a régi hangzáshoz. Úgy vélem, az jobb volt. Szerintem a soul, a funk, a fekete zenei hangzás, a 70-es és 80-as évek egész generációja még mindig velünk van. Soha nem fog kihalni. Képzeljék el, hogy a 80-as évek végén a baguette minősége rosszabb lett. Sokkal rosszabb. Borzalmas lett. Tele volt levegővel. Nagyjából egy óra alatt kiszáradt. Kőkemény lett. És az emberek nem vették többé. Annyira nem vették, hogy a pékek úgy döntöttek, ideje valamit tenni, hogy újra finom legyen a kenyér. Ma pedig már tényleg az. Talán ez történik majd a zenével is. Ez az igazság, nem viccelek.